most állj le a salátával, amit eddig ettél, és ennek a videónak a végére érteni fogod, hogy miért. Mert ennek, hogy ezt mondom, nem? Számos videóban hallhattad, ahogy agitáltam a növény alapú étrend mellett, most meg azzal jövök, hogy állj le a salátával. Megbudjant a doktor, vagy mi történhetett? Mielőtt ez kiderül, felhívom a figyelmedet az Ormas intézetre, ahol várakozás nélkül eléred a legtöbb fontos diagnosztikai eljárást, amire egyébként akár hónapokat kell várni máshol. Vannak esetek, ahol a várakozás nagyban rontja a gyógyulás esélyeit. Az Ormos Intézet felkeresésével ez elkerülhető. Köszönöm az Ormos Intézetnek, hogy állandó támogatónként segíti a csatornát. Elérhetőségük a videó alatti leírásban megtalálható. Nos, miről lesz ma szó? Arról, hogy a saláták, amiket eszünk, nem valami hasznosak nekünk. Inkább a zöldségesnek hoznak hasznot. Persze, lesz azért megoldás, mert ma olyat tudhatsz meg, ami gyökeresen megváltoztatja az étkezésed, ha te is úgy akarod, és a várató élettartamodat is. Mindjárt látod azt is, hogy ez nem csak valami nagy duma. Persze a növényi rostok többé kevésbé ott vannak a szokásos saláta növényeinkben is, de vajon biztosan a legjobb helyre költjük el a pénzt, amikor salátaféléket veszünk? Ez igen fontos kérdés, amikor Magyarországon nemzetközi viszonylatban is kimagaslóan megnőttek az élelmiszer árak. Még az is lehet, hogy valaki egyből azt mondja, hogy ugyan már nincs én nekem salátára pénzem, örülök, ha normál létrendet meg tudom fizetni. Aki így gondolja, se szaladjon el, mert neki is lesz jó hírem ma. Azt talán nem kell hangsúlyoznom, hogy ezen a csatornán az étkezéssel kapcsolatban nem az az elsődleges, hogy mitől lehet jól lakni. Arra ott vannak a gyors éttermek, ott gyorsan jól lehet lakni, ha valaki erre utazik. Nekem az a fontos, hogy amit megeszünk, annak milyen hatásai vannak a szervezetre, milyen hosszú távú előnyöket tudok szerezni abból, amit megeszek. Lehet ugyanis enni az egészségre semleges dolgokat, ezek azok, amelyek nem ártanak nagyon, de sok előnyük sincs. Lehet ennek az ellenkezőjét enni, vannak kifejezetten kártékony élelmiszerek, ugye ilyenek például a gyárban készült élelmiszerek, vagy a gyors éttermi dolgok. Ezeknél a tömeges gyártatóság és a profitabilitás az elsődleges szempont, az egészségre gyakorolt bármilyen hatás nem szempont a gyártóknak. Erre mutattam példát a margarin történetét bemutató videóban, és vannak olyan élelmiszerek, melyek kifejezetten hasznosak, mert számos gyakori, krónikus betegség kialakulását tudják lelassítani vagy megállítani. Mit gondolsz a saláták, amiket eszünk? Melyik kategóriába tartoznak? Az ember annyit hallja, hogy zöldséget kell lenni, rost, a vitamin, hogy automatikusan azt hiszi, hogy a salátája az rögtön az utóbbi kategóriába tartozik, tehát megelőz krónikus állapotokat. Hát a leggyakrabban elvett saláták esetében ez nem áll fenn. Vesszük drága pénzért a paradicsomot, a kaliforniai paprikát, a TV paprikát, hogy ki tudja, milyen hülye neveket adnak nekik a zöldségesek. Vesszük a kígyóborkát, vagy szezonban a hazai szabadföldit. Sajnos a kiválasztással gond van. A zöldségek nem egyformák. Lássuk először, hogy melyek a leginkább fogyasztott saláta zöldségek. Van a saláta, ugye, ennek a magyar elnevezése egyből az érzetet kelt, hogy ennek ott kell lennie, ha egy saláta bárban salátát teszünk. Ennek többféle, többféle, verziója létezik azon felül, amit mi fejes salátának nevezünk. Van ugye, itt tudom én, endívia, meg vörösszínű radicsó, milyen olyan jégsaláták. Ugye ezek az alkotó részei a szupermarketben kapható saláta keverékeknek is. Emellett ugye reszelt szokott lenni még, uborka, kaliforniai paprika, ugye, ahogy nálunk hívják, és az elmaradhatatlan paradicsom. Ezek nem csak nálunk, de a világon mindenhol a legáltalánosabban elfogadott salátanövények. növények. Most azt fogjuk megnézni, hogy a különféle zöldségek milyen hatással vannak a különböző rák típusok kialakulására. Egyértelműen akkor jó egy zöldség, hogyha azt tudjuk róla mutatni, hogy lassítja a ráksejtek növekedését. Ebben a vizsgálatban a kutatók különféle zöldség növények kivonatával ráksejtkultúrákat kezeltek, és megnézték, hogy a ráksejtek szaporodására milyen hatással voltak a különböző zöldségfélék. Először a leveles salátaféléket nézték meg, fejes saláta, endívia, radicsó, római saláta, spenót. Az ábrán minél inkább jobb oldalra kerül valami, annál hatékonyabb volt a, egy adott rák típus ellen az adott zöldség. Az oszlopok magasság azt mutatja, hogy mennyire csökkentette az adott növény a tumorsejtek növekedését. Kiderült, hogy a spenót az első helyen áll a mellrák ellen de első az agydaganatok, a veserák, a tüdőrák és a gyermekkori agydaganatok ellen is. Sőt, első a hasnyálmirigyrák, a rák és a gyomorrák ellen. Hát a spenót az nem igazán része a salátáinknak. Főleg nem nyersen. A többi úgymond valódi saláta féle pedig hát nem hozott túl jó eredményt a vizsgálatban legfeljebb a vörös és színű radicsó hasonlítható a spenót eredményeihez. Kérdés az, hogy ez egyáltalán kapható-e Magyarországon. És spenót az van szezonálisan. Már most mondom, hogy arra nem volt adat, hogy a fagyasztott spenót tudta -e ugyanezt, ezért nem tudom megmondani. Minden esetre emiatt kicsit le lehetünk lombozva, hiszen a spenót az eléggé szezonális. egyáltalán van. Nézzük meg a levelesek után, hogy a szintén közkedvelt répa mit mutatott. Sajnos egyik vizsgált ráktipusban se tudta a ráksejtek növekedését 50% alá nyomni, tehát a répa nem vált be erre a célra. Viszont a kevésbé népszerű cékla jó a mellrák ellen és kiváló az agydaganatok ellen. Szintén remek eredményt mutatott tüdőrák hasnyálmirigyrák, rák, rák és gyomorrák ellen. Nézzük meg, mit tud az uborka. Sokat esszük, főleg uborka saláta formájában, de esetenként nyersen is, más saláták részeként is. Sajnos ugyanúgy állunk ezzel is, mint a répával. Nem hazott eredményt egy rák típus esetén se. A nagy és szezontól függően drága kedvencünk a paradicsom. Vajon mit mutat a paradicsom a rák ellen? Hát sajnos szintén semmi jelét nem mutatta a rák ellenes aktivitásnak. Nem működik tehát a jégsalát, a sárgarépa, uborka, paradicsom, pedig pont ezt teszik az emberek leginkább. Ez a probléma. Még azok is, akik esznek zöldségeket, nem azt teszik, amit kellene. Az általában fogyasztott zöldségek többségének nincs hatása a ráksejtekre. Akkor mit tegyünk? Most lássuk a lényeget. Ebben a tanulmányban egy egyértelmű győztes volt, egy olyan zöldség, amely száz százalékban megállította a rák növekedését a nyolc tumorvonalból hét esetén, tehát majdnem mindegyiknél. De a maradék egynél is a második lett. Jön a videó legfontosabb megállapítása. Mit gondoltok, melyik zöldség volt ezek közül? Van itt ugye ázsiai bogcsoly, brokkoli, van kelbimbó, itt a fokhagyma, van itt aztán kelkáposzta, van sima káposzta, vagy épp vörös káposzta. Mi lett az első a merrák ellen? A fokhagyma. Első az agydaganatok ellen, fokhagyma. Második a veserák ellen, Foghagyma, tüdőrák, gyerekkori agydaganatok, hasnyálmirigyrák, prosztatarák és gyomorrák, foghagyma. Halkan jegyzem meg, hogy régóta napi minimum egy fejfoghagymát teszek meg, leginkább nyersen, de megy az ételbe is. És ez jóval azelőtt kezdődött, hogy ezt a tanulmányt láttam volna. Bankokban a nyers foghagyma és a COVID alatt indult el, mivel nem kellett bejárni az egyetemre előadást tartani, ezért nem kellett tartanom tőle, hogy a diákok hanyattesnek a fokhagymaszaktól. Én általában addig eszem a fokhagymát, amíg már annyira csíp, hogy nem tudok többet megenni belőle. Aki azt gondolja, hogy ilyen-olyan emésztési problémát, meg puffadást okoz, annak azt tudom javasolni, hogy szoktassa magát hozzá. El fognak tűnni a problémák rendszeres evés során. Epés vagyok, nem bírom, üzenet ugyanaz, ha akarja, bírni fogja, fel kell építeni. Tehát a foghagyma az első számú rák ellenes szerünk, mindenhez ehető nyersen, hát a somlói galuskához nem biztos, ételbe pedig szintén mindig bele kell tenni. Nem kell agyon főzni. A száraz kolbászba tett mennyiség azonban nem elég, még arra se, hogy a száraz kolbász egyéb rákot okozó hatásait kivédje. Figyelem, mondom ezt annak ellenére, hogy egy jó Gyulaért lehet, hogy ölni is képes lennék, annyira szeretem. De tényleg makacs dolgok, és nem változnak meg attól, hogy én mit szeretek, meg mit nem. Na de nézzük tovább. Mondhatja valaki, hogy mm, legfeljebb csak arról van szó, hogy a fokhagyma minden sejtre nézve mérgező, és az egészséges sejtek növekedését is leállítja. De nem volna egy jó hír. <laughs> Na, szerencsére a kutatók gondoltak erre is. A fekete oszlopok a rákos sejteket jelzik, a fehér oszlopok pedig a normál sejteket. A fokhagyma lenyomja a rákos sejteket, de nem érinti a normál sejteket. És ez nagyjából minden vizsgált és kedvező hatású zöldséggel így van, szelektívek. Azaz a rákos sejtekre rámennek, de a normál sejteket meg békén hagyják. Most ezen az ábrán már felmerül egy másik zöldség növény csoport is a keresztes virágúak. Ezekről korábban már volt szó, de nem lehet eleget beszélni róluk. Mert nagy szükség lenne rá, hogy az emberek elkezdjék enni ezeket jóval többet, mint most. Melyek ezek? Nézzük gyorsan végig. A rák a két leghatékonyabb zöldség család, a keresztes virágú zöldségek, mint a brokkoli, kelkáposzta, káposzta, karfiol, és az allium családba tartozó zöldségek, ugye a hagymafélék, a fokhagyma, a hagyma, a póréhagyma, metélőhagyma és egyéb társaik. A keresztes virágú zöldségek zöld színnel vannak jelölve, az allium család sárgával ezek a színek a jobb oldalra tolódva helyezkednek el, ami jól szemlélteti e két szuper élelmiszer erejét a rákkal szemben. Legyen szó mellrákról, agyrákról, veserákról, tüdőrákról. És az egész akkor működik, ha rendszeresen fogyasztod őket. Ha nem megy a brokkoli, mert nem kapni, vagy drága, mindig ott van a káposzta, vagy a kel hát Ezek azért annyira nem ritkaságok, és nem olyan drágák. Ne kérdezzétek a savanyú káposztát, a vizsgat nem terjed ki rá, hasból meg nem akarok hülyeségeket mondani. A savanyú káposztának megvannak a kiváló hatásai, tehát érdemes enni, de hogy a savanyított káposzta az ugyanazt tudja, mint a, egyébként a káposzta ráksejtnövekedés gátló hatása, hogy ez megmarad a savanyítás után, ezt nem tudom megmondani. Ha igen, akkor dupla jó enni. Na most, aki ezek közül többfélét be tud iktatni az étrendjébe, az még erősebb hatással számolhat, plusz a bélbaktériumok meg fogják ezt köszönni. Érdekes módon az errefelé gyakran fogyasztott bogcsoly, hogy ez a kínai káposzta valami, a legkevésbé egészséges ebből a szempontból a keresztes virágú zöldségek közül. Hogy ez miért van, ki tudja. De mindegy is, otthon ez valószínű nem téma, mert nem nagyon lehet kapni. No, lehet kigondolni a recepteket, amelyek fokhagymával és hagymával kezdődnek, és valamilyen zöldséggel végződnek, így kell lenni nap, mint nap. Ezt teszem én is. A Luca széke tempójában készülő főzős csatornámon lehet majd ilyesmit látni. Tehát fokhagyma, vöröshagyma, újhagyma, metélőhagyma, errefelé még vannak a man extra hagymafélék, a chives, meg tudom én mi. Ezeket érdemes fogyasztani. A vizsgált tanulsága, a keresztes virágúak és a hagymafélék családjának étrende foglalása elengedhetetlen a hatékony étrend alapú rák megelőző stratégiákhoz. És emellett persze, ahogy mondtam, a spenót és a cékla. Tessék ezen komolyan elgondolkodni, nem ezeket esszük, és nem annyit, amennyit kéne. Paradicsom, meg tudom én milyen díszpaprika drága, felejtős, helyette ezekből érdemes vásárolni. És ha valaki ezek utána nem érti, hogy miért berzenkedek a keto vagy karnivor diétek ellen, most ezért. Nincs olyan zsíros hús, tejtermék vagy tojás, amiről valaha bárki rákellenes hatást mutatott ki. Az ellenkezőjére viszont van példa, de az egy másik videóban lesz. Jó éjszakát!